karácsonyi díszeket fogunk készíteni, borotva habos festési technikával. Első lépésben kivágjuk a karácsonyi sablonokat, angyalkát, csengőt, illetve fenyőfát választottam. Jó, mindenki szépen vágja körbe. A kiukasztott díszeket fogjuk majd belemártani a borotva habba. Érdemes kicsit keményebb papírt választani, így nem fog áttázni a munkánk. Egy tálcára kinyomjuk a borotva habot, úgy, hogy mindenhova jusson, és egy kicsit a pereménél magasabban legyen a borotva hab. Ezután ételfestéket csepegtetünk a borotva tetejére, szana szét, amilyen színeket szeretnénk, mindig egy-egy cseppet, nagyjából úgy, hogy mindenhova jusson. Jöhet a következő szélutca, kevesebbet, ide, jó, elég lesz. Jöhet a dzsina, ennél picit kevesebbet öntsél. Jó, köszönöm. Laura, inkább a szélére tegyél a zöldből, kevesebbet. Ide. Jó, köszönjük. Jó. Mira. Jó, ide is. Jó, és a sárgából. Jó. Jó, teker. Ezután egy hurkapálcikának a segítségével a tetején egy kicsit márványosan összekeverjük a színeket. A sablonunkat a hab tetejére nyomjuk, kezdheted Emma, picit az ujjaiddal nyomd rá, még mehet, mindenhol a szélét is nyomd rá, jó, óvatosan nyomkod rá mindenhol, igen, jó, most felemeled, óvatosan, itt fogd meg a tetejét, óvatosan, ide áttesszük a nagy rajzlapra, és egy vonalzó segítségével lehúzzuk róla a hab nagy részét, és így alatta rajta marad a márványos minta. Még a másik. Jó, el is készült az első díszünk, szerintem nagyon gyönyörű, tetszőleges színeket lehet választani, ha otthon is elkészítitek. Nóri, szépen az angyalkádat nyomkod bele a habba, felemelheted. Már most nagyon szépnek néz ki, és erről is alaposan lehúzzuk a habot. Elkészült az angyalkánk is. Nagyon mutatós. És akkor készítünk egy fenyőfát is. Gyere, Mira! Nagyon ügyes vagy. Erről is lehúzzuk.
jöhet le ura egy újabb csengővel. Ügyes vagy. Gyönyörű lett ez is. És még egy utolsó angyalkát készít nekünk a Gina. Jó, akkor... Gyönyörű lett a Gina is. Elkészültek a karácsonyi díszeink, reméljük, hogy ezt az ötletet is ki fogjátok próbálni.